Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Az ön szavai és a tettei között bizony gyakran ellentmondás feszül, és engedje meg, hogy azon kérdéskörök kapcsán, amelyekről ön is beszélt, ezekre rávilágítsak. Egyrészt arról beszélt helyesen, és ezzel egyetértek magam is, hogy a katonai konfliktus egyre mélyül Ukrajnában, és ez talán rövid távon a legnagyobb veszély. Ennek elsődleges okai nyilván azok a fegyverszállítások és egyéb segítségek, amelyeket Ukrajna Nyugat-Európából az Egyesült Államok erőteljes nyomására kap. Ugyanakkor önök mégis előterjesztenek a tisztelt ház elé egy olyan javaslatot, amely Svédország és Finnország NATO csatlakozását megszavazza. Nem érzi-e úgy, miniszterelnök úr, hogy ez is mélyíti a konfliktust, ez is az eszkaláció újabb lépése, és nem lenne jobb, hogyha Magyarország nemmel szavazna erre a csatlakozási szándékra? A Mi Hazánk mozgalom frakciója mindenképpen így fog tenni. A háborúval a következő években is sajnos valószínűleg együtt kell élnünk, hiszen most már az IMF előrejelzése szerint is 2024-ben az orosz gazdasági növekedés meg fogja előzni például Európa legnagyobb gazdaságának, Németországnak a gazdasági növekedését, de így lesz a franciával és az olaszszal szemben is 2024-ben. Sőt, egyre több nyugati elemző is rávilágít arra, hogy Oroszország még akár évekig képes lesz finanszírozni ezt a háborút, tehát a magyar kormánynak is, mind gazdaságpolitikai, mind más értelemben arra kell berendezkednie, hogy ez a háború akár a következő éveinket is meghatározhatja. Az infláció kapcsán és más gazdaságpolitikai következmények kapcsán ön kizárólag a háborút és a szankciókat okolja. Egy kicsit a rossz focistára emlékeztet, miniszterelnök úr, az ön érvelése, aki azt mondja, hogy azért veszítette el a meccset, mert a fű vagy a páratartalom olyan volt, a körülmények voltak rosszak, és nem ő focizott rosszul, míg hogyha bármilyen sikerről számol be miniszterelnök úr, azt a kormány gazdaságpolitikájának tulajdonítja. Úgy gondolom, hogy ez egy farizeus magatartás. Az infláció kapcsán különösen, hiszen a háború előtt, a szankciók bevezetése előtt is már az infláció emelkedni kezdett, és más országokhoz képest a magyar infláció, különösen az élelmiszerárak tekintetében, különösen magas. Így a Mi Hazánk mozgalom szerint egyébként elsődlegesen a hazai élelmiszeripart kellene támogatni ahhoz, hogy az élelmiszer inflációt le tudjuk törni, és ez egyébként hosszú távon az önrendelkezésünkhöz is hozzájárulna, azt is erősíteni. Szemben a kormány akkumulátorgyárak telepítését célba vevő gazdaságpolitikájával, hiszen ez növeli a kitettségünket, a multik pénzszivattyúját erősíti, és amiről ma még egyébként nem esett itt szó, jelentős számú vendégmunkás betelepítését is eredményezi Magyarországra, ami szembe megy azzal a politikával, amit ön a bevándorlás kapcsán legalábbis szavakban hirdet. Azt mondta miniszterelnök úr, szó szerint idézem, az egész ország büszke lehet arra, hogy a családpolitika, a családtámogatások bővülnek Magyarországon, de ez egész egyszerűen nem igaz, miniszterelnök úr. Egy új családtámogatást vezettek be, hármat megszüntettek. Például a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását. Tehát a családtámogatások egyébként az ön 2010 óta tartó kormányzása idején először szűkülnek Magyarországon. Kevesebb családtámogatási forma van, és ami ennél sokkal súlyosabb, hogy az összes családtámogatás az infláció miatt reálértékéből veszített idén január 1-én. Az összes, nem egy vagy kettő, hanem mindegyik. Sőt, a nagycsaládosoknak, tehát a három gyermeket nevelő családoknak 2012-ben bevezetett adókedvezmény, az ma reálértéken az egyharmadát éri annak, mint amennyit ért akkor. Ez a bizonyos 99 ezer forint, ennek most 300 ezer forint körül kellene lennie az értékének, hogyha ugyanolyan reál értékét meg tudta volna tartani. De nem az a legnagyobb probléma, miniszterelnök úr, hogy csökkennek a családtámogatások, hanem az eredménytelenség, ami szintén 2011 óta először fordul elő Magyarországon, hogy a teljes termékenység arányszám csökkent.
Ez a legnagyobb probléma. És én azt kérdezném ezzel kapcsolatban, miniszterelnök úr, hogy ön 2018-ban a miniszterelnöki beiktató beszédében célul tűzte ki, hogy 2030-ra Magyarország érje el a 2,1-es termékenységi arányszámot, hogy erről ön lemondott? Lemondott erről a céljáról? Én azt szeretném, hogy ne mondjon le erről, ugyanakkor, hogyha ezt el szeretnénk kérni, ahhoz további családtámogatások szükségesek, és azok bővítése szükséges. A nyugdíjasokkal kapcsolatban ön kiemelte, hogy 13. havi nyugdíjat visszavezették, a családtámogatások során is hasonlóra lenne szükség. És végezetül szeretnék a gyermekvédelem témájához is hozzászólni, mert lehet, hogy a Momentumot ez nem érdekli, de ez egy valós probléma Magyarországon. Nem csak a törvényeket kell szigorítani, hanem magának a rendszernek is jobban kellene működnie, ugyanis ez a konkrét férfi, aki most az elmúlt napokban, hetekben a közvélemény figyelmébe került, konkrétan az ő esetét 5 évvel ezelőtt jelezte a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom annak az iskolának, ahol ő tanított, ez akkor egy 8. kerületi iskola volt, és a Kliknek is. Becsatolták az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, fényképeket, és semmilyen válasz erre nem érkezett, miniszterelnök úr. Ez felháborító. És nem csak az oktatásban vannak ilyen problémák, hanem sajnos az LMBTQ lobby nyakig beásta magát az oktatás, az ügyészség, a rendőrség, a média és a reklámok világába is. A gyermekvédelmi törvény akkor fog hatékonyabban működni, hogyha szankciókat is rendelnek mellé, de ezt a jogalkotó elmulasztotta az előző módosításkor is. Kérem, hogy ezt most ne tegyék meg, mert hogyha nem lesznek mellette szankciók, akkor minden ugyanúgy fog folyni tovább, ahogyan eddig. Köszönöm a figyelmet. Mi hazánk. Több fontos kérdés is előkerült itt. Itt van rögtön a NATO csatlakozás kérdése. Ha jól értem, a mi hazánknak az a terve, hogy ezt nem támogatja. Kérem, hogy fontolják ezt meg. Sőt, azt is kérem, hogy vizsgálják fel az álláspontjukat. Két érvünk is van erre. Az első, hogy most úgy van, és szerintem ez még több évtizedig így is marad, a NATO nélkül Magyarország katonai biztonsága nem garantálható. Nem váltja ki a NATO a saját önvédelem képességét, mert akinek nincs saját önvédelem képessége, azt a NATO se fogja megvédeni. Mert olyan háborúban a mi kedvünkért, amiben mi katonáink nem kockáztatják az életüket, más országok vezetői meg igen, más országok katonai meg igen, na olyan segítséget nem fogunk kapni, ezért tévedés Ukrajnát egy szintre emelni Magyarországgal. Mindenki a saját katonáival törődik elsősorban. Tehát, hogyha van képességünk, és van akaratunk, hogy meg tudjuk védeni magunkat, akkor a NATO is velünk lesz, és akkor a biztonságunk is garantálható. Tehát szerintem a NATO nemzetstratégiai kérdés Magyarország számára. Higgyel, hogy kevés kritikusabb füllel NATO csúcsokon üldögélő ember van, mint én vagyok. És nem állítom, hogy mindentől lelkes vagyok, ami ott történik, mégis amit mondanak. Sőt, a döntések egy részét is aggályosnak tartom. De ez ne vigyen el bennünket addig a határig, illetve ne vigyen túl azon a határon, amely Magyarország NATO tagságát jelenti. Másodszorban elő fog jönni majd Ukrajna NATO tagságának kérdése. Ami egy komoly téma lesz. Komoly és súlyos téma. Nincs olyan nagyon messze, hiszen az Európai Uniós tagság ügye már az asztalon van, tagjelölti státusz van. Most függetlenül attól, hogy mi az éppen aktuális jogi helyzet NATO tagság ügyében, miszerint háborúban álló országot sohasem lehet fölvenni. Bármiután ez is emberek által alkotta szabály, hát majd meglátjuk. De az biztos, hogy a NATO további keleti bővítését az 10 000-szer kell meggondolnunk. Hogy nem kerülünk egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe, hogy ott a keleti végeken egy határkonfliktus belerántsa Magyarországot, egy NATO-tag határkonfliktusa belerántsa Magyarországot egy háborúba, mert ott közös védelempolitika van. Tehát elő fog jönni majd ez a kérdés Ukrajnával kapcsolatban. De szerintem ez a kérdés nem releváns kérdés Svédországgal és Finnországgal kapcsolatban. Ezért azt gondolom, hogy Finnország és Svédország felvétele nem jelent biztonsági kockázatot Magyarország számára. Van velük miről beszélni.
biztos tanulságos útjaik lesznek a képviselőinknek, mikor majd elmennek velük beszélni a parlamenti delegáció keretében. De szerintem ennek a két országnak a felvétele nem növeli Magyarország biztonsági kockázatát. És akkor végezetül egy olyan ügy, amiben egyetértek a képviselőasszonnyal, ez a családtámogatásoknak a dolga. Azzal nem értek egyet, hogy szűkülésként írja le azokat a változásokat, amelyek bekövetkeztek. Én inkább szinten tartásnak nevezném, de kérem azt értse meg, hogy a 2023-as év az nem a szociális ellátás bővítésének az éve. Az nem a családtámogatási rendszer szélesítésének az éve, mert háború van, mert infláció van, mert egekben vannak az energiárak, és azért is harcolnunk kell, hogy recesszió helyett növekedés legyen. Nem pedig arról beszélünk, ahol 4-5-6%-os növekedés van, és ahol már lehet gondolkodni azon, hogy a megtermelt többet jövedelmet hogyan osszuk föl. Adósságcsökkentés, béremelések, családtámogatás, nyugdíjemelés, vagy más célok között. A 23-as év nem ilyen lesz. Ezért miközben a helyzetértékelésével egyetértek, azzal nem értek egyet, hogy ebből egy kritikát fogalmaz meg a 23-as gazdaságpolitikai évre nézve a kormánnyal szemben. Szerintem ez nem fair. Ebben az évben nincsen benne több. Szerintem óriási bravúr, hogy azt el tudtuk érni, hogy legalább egy családpolitikai intézkedéssel bővüljön a családpolitikánknak a rendszere. És azzal is egyetértek, hogy amint több levegőhöz jut a magyar gazdaság, akkor első helyen szerepeljen a családpolitika további bővítése, és azzal is egyetértek, amit arról mondott, hogy a korábban létrehozott családpolitikai támogatási elemek értékének a megőrzését kell első helyre tenni, mert azok áttörést jelentettek akkor, időközben különösen a magas infláció miatt, ezeknek az értéke pedig megkopott. Ezért azokat meg kell újítani. És energiát kell bele tenni, hogy elérjék azt a hatást, amit szeretünk volna. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a figyelmüket, aki hozzászólt, akár bírálólag is a miniszterelnöki tájékoztatóhoz. Köszönöm szépen az erőfeszítését. Szeretném önöket arra, annak a megértésére kérni, hogy a szokásos elvárásokat szociális, gazdasági téren a kormányzata és a gazdaságpolitikával szemben hozzák összhangba a realitásokat. Ez a 4 éves ciklus, amiben most vagyunk, ez 2 különböző időszakból fog állni. Volt a 22-es és lesz a 23-as év, amikor nagyon nehéz feladatokat kell megoldanunk, és reményeink szerint lesz egy könnyebb 24 és 25-ös év, amikor ha 23-ban nem esünk recesszióba, és legalább 1,5%-os növekedésünk lesz, akkor a 24 és 25-ös évben ennél sokkal jelentősebb gazdasági gyarapodást, erőforrás gyarapodást is célul tűzhet ki a pénzügyminiszter, és akkor lehet beszélni ismét a nagy célok közötti forrás megosztás kérdéséről. A 23-as év még nem ilyen lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket!